Nehéz évet zártak a karcagi horgászok, telefonos interjú Tomaj Monostor a polgármesterével, gyógykezelések a karcagi fürdőben, új év, új remények. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 19-én 18 óra 5 perckor. Mennyire befolyásolta a horgászok tavalyi évét a vírusjárvány? Kérdeztük Kalocsai Lászlótól, a Nagykun Horgász Egyesület elnökétől. Nehéz évet zártak a karcagi horgászok. Nem volt egyszerű az évük, mert a vírusjárvány miatt az iroda nyitvatartását központilag szabályozták. Nem volt egyszerű a tavalyi évünk, ugye mert a koronavírus járvány miatt olyan intézkedéseket hozott az ország, hogy például meg volt határozó, hogy az iroda hogy lehet nyitva, mint lehet nyitva, és abban az időben, ugye mivel akik itt vannak az irodában, hölgyek azok is dolgoztak, tehát nem tudtuk árulni a jegyeket, ez éves szinten durván egy olyan 100-120 fő kiesést jelentett. Hát ami ugye számoljunk durván olyan 2500 forint átlaggal, tehát több százezer forintos kiesést jelentett az Egyesületnek. Tavaly nem pályáztunk, mert ugye majd ebbe az évbe szeretnénk, hogyha lenne rá lehetőség, mert például a megyei szövetségnél is tavaly előtt nyertünk pályázatot, és ott meg van határozva, hogy 3 évenként lehet pályázni. A haltelepítés ugyanúgy megvolt, mint máskor. Tavaly 26-28 mázsa halat telepítettek a téglagyári tóba. A haltelepítés az ugyanúgy megvolt, ugye mert az meg van határozva egy éves szinten, amit előre már be kell nyújtani, hogy hány mázsa halat kell telepítenünk. A tavalyi évben is 26-28 mázsa hal lett telepítve, tehát a telepítés az megtörtént. A versenyek közül az augusztus 20-ai versenyt tudták megtartani. Most a legfontosabb feladat a fogási napló helyes és pontos kitöltése és a határidőre való leadása, mondta az elnök. Elvileg a tavaly területi engedélyekkel január 31-ig kell horgászni, a fogási naplót pedig február 28-áig teljesen pontosan kitöltve kell leadni de a Horgász Egyesület irodájába. A Horgász Egyesület irodája, hogy mikor fog nyitni, az majd benne lesz a hírmondóba, és akkortól fogjuk majd szedni a fogási naplót. Egy a lényeg, hogy nagyon pontosan összegezve a horgászattal eltöltött napok száma, illetve a fogott halak, és be legyenek írva, és így legyen kitöltve, mert különben a rendszer nem engedi, hogy bevigyék és bünteti, hogyha valaki rosszul csinálja, vagy nem csinálja meg. Önnek, mint horgásznak milyen volt a 2020-as éve? Ilyen rossz éve még nem volt soha az életben, mondjuk nem is sokat voltam horgászni. De amit beírhattam, halat nem fogtam egyesre. Mondjuk én főleg a sülőre ragadozó halra szoktam horgászni, tavaly keveset is voltam, de mikor voltam is, a méretlenül halat fogtam egy pár darabot lenn a Tiszatavon, mert oda már lejárok 45 vagy 46 éve, már nagyon régóta. Az iroda nyitvatartásáról a karcagi hírmondóban adnak majd tájékoztatást. Következő híradásunkban Tomaj Monostor a polgármesterét telefonon kapcsoljuk. Fazekas Szabolcs, a település vezetője, televíziónknak adott interjújában beszél Tomaj Monostorán 2020-ban megvalósult pályázatokról, beruházásokról, fejlesztésekről, a jövőbeli tervekről és elképzelésekről. Telefonon kapcsoljuk Fazekas Szabolcsot, Tomaj Monostor a polgármesterét. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a nézőket. 2020 milyen célkitűzésekkel, feladatokkal indult Tomaj Monostor életében? Kitűztük magunk elé a legnagyobb célt, ami a település történetében még sosem volt, hogy építünk egy tornatermet. Ez volt a legnagyobb kihívása a 2020-as évnek, és hát ebben szerencsénk volt, mert egy kb. 4 éves küzdelem után el sikerült indítani a projektet. Körülbelül 500 millió forint bruttó költséget jelent, egy teljesen zöldmezős beruházás, egy meglévő telkünkre az intézmény fenntartó, az iskola fenntartó épít egy tornatermet, és így legalább, amivel már 40 éve, 50 éve csak tervek voltak, megvalósul a faluban. Úgyhogy ez volt a 2020 évnek a legnagyobb vívmánya, egy más
nagy dolgot is sikerült elindítanunk, ez még ez csak projektelőkészítés szintjén van. A településen, hála Istennek, az elmúlt 4-5 évben rohamosan növekszik a gyermekszületések száma, és hát a mai világban, ahol a kisgyerek születik, ott kevés helyen tudja megengedni magának az anya, hogy otthon legyen 3 évig, így akinek lehetősége van, az meg dolgozni, és bölcsödébe adja a gyerekét. Most tovább aztán ezeket az igényeket felmérte, és a településen elég komoly igény jelentkezett egy gyermeki bölcsödére. Ezt a területi operatív programokban bepályáztuk, és nyertünk egy ilyen meglévő épületünk átalakítását, illetve a teljes berendezésnek a megvételére a mostani bölcsőde igényeknek, illetve rendeleteknek, törvényeknek megfelelően kialakított épületnek a felépítésére pénzt. És hát ezt kezdtük el, tehát ez a két új dolog a település életében, ami azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű, hisz egyik épület, intézmény nem működött, még eszik. Mi mondható el költségvetés tekintetében, hogyan teljesített 2020-ban a település? Én azt gondolom, hogy egy nehéz évünk volt, bár nekünk az adóbevétel sosem jelentett egy nagy bevételi forrást, tekintetben véve, hogy a súlyadónak egy részét már korábban a központi költségvetésbe kellett utalnunk, tehát mi sosem az adókból értünk, hanem egy ilyen takarékos, átgondolt gazdálkodást folytattunk. Ez így kicsit megfeszítette a költségvetésünket, de hála Istennek hitelt nem kellett felvennünk, a célzott normatívákat el tudtuk költeni abba az irányba, amiben az állam adta, tehát el tudunk mindennel számolni, de nem volt egy könnyű évünk, én azt mondhatom. És ismét egy olyan év volt, amikor egy eddig nem ismert új dologhoz kellett alkalmazkodnunk, illetve ehhez igazítanunk a pénzügyi lehetőségeinket. Polgármester úr, néhány főbb beruházást, amelynek az alapjai vannak lerakva képletesen szólva, és 2021-ben meg is fog valósulni. Melyek még az önök előtt álló feladatok? Melyek azok a pályázatok, amelyben részt szeretnének venni, részt vesznek, amelyek esetleg már folyamatban vannak? Hát ezt a kérdést két részre bontanám. Az egyik az, amit megnyertünk, és a megvalósítás folyamatban van. Ez a része a településnek, amit én már fixnek érzek. Itt több dolog van, az említett két beruházás, a bölcsőde és a tornaterem. Ezek vélhetően májusra, illetve szeptemberre el fognak készülni. Ezen kívül még a Magyar Falu programban több kisebb lehetőségünk is volt. Az egyik, az orvosi rendelőbe vettünk egy néhány műszert, 2,5 millió forintért, az Omoda udvar 10 millió forintért, még az egyébként gyönyörű szép Omoda udvarunkat még egy kicsit szebbé tesszük. Aztán nálunk itt elég sok a bejáró tanuló, illetve rengeteg idősnek végeznek házi gondozást. Veszünk egy falugondnoki buszt, egy 17 személyes buszt, ami egy nagyon jó dolog lesz vélhetően. Ilyen buszunk nem volt, van 8 személyes buszunk, meg 50 személyes, de ilyen köztes lépcső nincs. Ez nagyon sok célra tudja a falu használni, a gyerekek versenyeztetése, táboroztatása, hordás, a színház látogatásig, minden olyan dologra, ami a közösség építést erősíti. Tehát ezek a Magyar Falu programban lévő fejlesztéseink. Egy nagyon örömteli esemény is történt velünk az év végén. Varga Mihály pénzügyminiszter úr folyamatosan ostromoljuk azzal, hogy kellene szolgálati lakásokat építeni Tomajmonostorára, hisz az értelmiséget meggyőződésem, hogy csak a szolgálati lakásokkal lehet itt tartani, vagy pályakezdő fiatalt ide akarunk csábítani, aki most jött ki a főiskoláról, egyetemről, nem tudunk neki lakhatást biztosítani, nem fog eljönni Tomajmonostorára. Most ez a kérésünk meghallgatása talált, és a magyar közlönynek a karácsony előtti számlában már benne volt, hogy Tomajmonostor 50 millió forintot kapott két kis szolgálati lakás felépítésére. Na most ez a projekt most indult, telekalakítás fázisában vagyunk, illetve a tervezésbe. Ezt szeretném szintén szeptemberre befejezni, ezt a két 80 négyzetméteres lakást. Volt már egy ilyen tervünk, egy alaprajzszintű tervünk, amivel átgondoltuk, hogy mi kellene egy fiatalnak, hogy mégis egy szép lakást építsünk, és ezeket a terveket most tovább dolgoztattuk, és most szeretnénk ezt is ilyen április körül elkezdeni, ezt az építést. Másik nagy
nagyobb projektünk. Ugye a település a közkonyhára építi az egész közfoglalkoztatását, minden rendszerét, állatokat tartunk a közmunkaprogramba, kertet művelünk kisebb-nagyobb hatékonysággal, és hát ezeket a javakat a 400 adagos konyhánkon megfőzzük. Na most a gyerekek létszáma, illetve a mostani kialakult járványhelyzet miatt kinőttük az ebédlőt, illetve a konyhát, ott átalakítás, bár egy nagyon modern konyhánk van, de egy átalakításra nagyítani kell a helyen. 180 körüli gyerek étkezik egy időben a településen, így az ebédlőhöz toldunk, a konyhát bővítjük, irodakonténert szerzünk be, és egy ilyen bútorokat vásárolunk, egy ilyen bruttó 42 millió forint beruházás, és hát ez még ami most folyamatban van. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Újra fogadja a betegeket a karcagi gyógyászati részleg a fürdőben. A koronavírus járvány miatt természetesen csak járóbeteg ellátást lehetséges, a Nagymedencét fürdővendégek nem látogathatják továbbra sem. Vissza, jobbat hátra, vissza. A szakorvosi beutalóval érkező, jellemzően mozgásszervi rendellenességgel küzdő betegeknek is alkalmazkodniuk kell a járványügyi előírásokhoz. András István ügyvezető televíziónkat tájékoztatta. A karcagi Akácliget fürdőben ez év januárjától újraindult a gyógyászati kezelés. A gyógyászati kezelés ez nem minden ágra vonatkozik. Itt elsősorban elmondanám, hogy a következő kezelés típusokat lehet igénybe venni. Itt a tangentor kezelés, szénsavfürdő, masszázs, víz alatti gyógytorna, súlyfürdő. Egyedül a medencefürdőt nem lehet igénybe venni, mert a fürdőnk még továbbra is zárva tart. A lázmérés, a maszk használata, a fertőtlenítőszerek használata, sőt fokozottan használjuk a fertőtlenítőszereknek az alkalmazását. Itt most azért a járvány miatt elég sok szabályt kell betartani, tehát itt azért a jogszabályokat, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a ajánlásait betartva tartjuk a kezeléseket. Hát itt gondolok ilyen, hogy a lázmérés, a maszk használata, fertőtlenítőszerek használata, sőt fokozottan használjuk a fertőtlenítőszereknek az alkalmazását. Itt a kezeléseknél viszont a kezelő személyzetnek természetesen a maszkot használni kell, a kezelendő betegeknek viszont nem, hát hiszen ez nem teszi lehetővé, mert akkor a kezelést azt akadályozná. Arról kérdeztük városunk lakóit, milyen fogadalmat tettek az új esztendő indulásakor, mennyire hisznek a fogadalmakban, hiedelmekben, és mit gondolnak arról, hogy milyen év elé nézünk. Utcai riportjaink következnek. Volt-e valami, amit megfogadott erre az évre? Semmit nem fogadtam meg még. Mióta meg vagyok, és közel 80 éves vagyok. Nem fogadtam meg semmit. Mi ennek az oka, hogy ön nem tesz fogadalmat? Mindig tudom, hogy mit csinálok. Ennyi. És mit érhetek el? Ennyi. Ezzel meg is vagyok elégedve. Milyen év elé nézünk ön szerint? Azt hiszem jobb, mint a tavalyi volt. Jobb lesz talán. Most már itt vannak az oltások, a védőoltások, itt lesznek, az eleje már itt van, remélem túl leszünk ezen a járványon. Új évi fogadalmakról ön fogadott-e meg? Nem szoktam fogadni. Mi ennek az oka, miért nem? Hát nincs értelme, én élem az életemet, úgyse tudok mit tenni ellene. Úgyhogy ami szépen jön sorba, megpróbálok. Nagyon takarékosan, egészségre vigyázva, szeretetbe, és ennyi. Ön mit vár ettől az évtől? Hát jobbat, mint ami eddig volt. Én nem szoktam. Mi ennek az oka, miért nem? Hát én már 72 éves elmúltam, és hálás vagyok annak, hogy eddig élhettem. Különösebben rossz tulajdonságaim és szokásaim nincsenek. Családomnak élek. Nem dohányzom. Mit vár ettől az évtől? Ó, először is azt, hogy ezt a maszkot levegyük. Azt, hogy minden beteg meggyógyuljon, ismerős, ismeretlen, és egy kicsit vidámabban élhessünk. Átölelhessük a gyerekeinket, az unokáinkat.
az ismerősöket, akiket régen nem láttunk, úgyhogy egy nagy-nagy lelki felszabadulást várok ettől az évnek a végétől előbb. Nem igen lesz, úgy gondolom, ahogy figyelem a híreket. Talán nyár vége, ősz eleje, amikor valamelyest felszabadulhatunk, természetesen csak akkor, hogyha az emberek nagy része megérti azt, hogy védekezni kell, és igen, azt az oltást, azt bizony mindenkinek igényelnie kell, és meg kell kapnia. Más megoldás nincs. Jelen pillanatban, hogy aztán a tudomány majd valamikor fejlettebb lesz, vagy nem lesz, de jelen pillanatban én ezt így gondolom. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!